Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, itt a Tech2-n, én Zsolt vagyok. Ott voltunk Berlinben az IFA kiállításon, ahol több újdonság is bemutatkozott más-más gyártóktól, legyen ez telefon vagy éppen elektronikai eszköz. Az Alcatel jellemzően nagy erőkkel szokott jelen lenni ezen a kiállításon, most sem volt másképpen, hiszen bemutatták az Idol 5S-t, az Idol 5-öt, valamint az A7-et. Az A7 most a tesztalanyunk, ami a középkategória alsó szegmensébe lett pozícionálva, ettől függetlenül néhány dologban majdnem, hogy erősebb, mint az Idol 5, kivétel külsőleg, mert az anyaghasználat azért érződik, hogy ez melyik területen fog talán sikereket elérni. Az Alcatel ugye annó elég sikeres volt itt Magyarországon, 10, inkább 15 évvel ezelőtt nagyon sokan vették a portékáikat, hiszen jó árérték arányán rendelkeztek. Az A7-tel is van esélye erre, egy jó, megfelelő árazással itthon tényleg meg lehet mozgatni azt a közönséget, aminek ez a telefon készül. Az Alcatel A7 a középső szegmens alsó részre lett tehát pozícionálva, ennek megfelelően műanyag burkolatot kapott, az összeszerelési minőség rendkívül jónak mondható. Az előlapon egy 5,5 hüvelykes 1080x1920 pixel felbontású IPS kijelző található, a fényerő közepesen jó, az érintésérzékenység megfelelő. Felül értesítő ledet találunk a jobb oldalon, van előlapi kameránk, valamint előlapi villanónk is. A hátlap szálcsiszolt fém hatású, de műanyag, ennek ellenére nagyon jól fogható és jól tapad, ráadásul nem gyűjti az ujjlenyomatokat, és még le is vehető a helyéről, tehát az akkumulátort is láthatjuk, de nem cserélhetjük. A jobb oldalon kapott helyet a bekapcsológomb, valamint a hangerő szabályzó billentyű, ezeknek a nyomáspontja rendkívül jó, erősen ki lehet tapintani őket, felülre került a 3,5 mm-es jack kimenet. A szoftver nagyon jó és fürge, jól bírja az alapműveleteket, akár a menübe lépünk be, akár a felülről lehúzható információs függönyt nézzük meg, ahol egyébként a gyorsbeállítások ikonjai is megfigyelhetők. Android 7.0 operációs rendszerről beszélünk, ami az ikonkészletben tér el egy picikét a gyári megoldástól, de ott is csak nagyon kis mértékben. A tárcsázóban prediktíven lehet keresni a névjegyek között, az üzenetkezelő pedig jól használható, ekkora képernyőn már akár hosszabb szövegek begépelése sem lehet akadály, ráadásul swipe gesztusokat is tudunk használni, aki ezt hozzászokik, még sebesebben tudja majd a különféle szöveget bevinni. Extra programokból néhány van csak, Instagram, Facebook, Messenger, de már az Alcatel sem rak annyi programot a telefonjára, mint régen, aminek mi valószínűleg nagyon örülünk. A menüben még további programokat találunk, természetesen a Google alkalmazásoktól kezdve egészen a számológépig vagy a naptárig. Hogy a hardware micsoda? Egy MTK MT6750T chipset, méghozzá 3 GB RAM, valamint 32 GB-os adattároló társaságában, utóbbi ráadásul microSD-vel is bővíthető, és érdekesség, hogy az e fölé pozícionált Idolot fel ennyi belső tárhelyen rendelkezik, ezen pedig azért elférnek az alkalmazások bőséggel. Nem röccsen meg a rendszer, nagyon gyors, jól használható, akár még játékra is. Nyilván itt a közepes mértékű gémekről beszélünk, de ezeket jól futtatja a grafikus gyorsító, ilyenkor sem akad meg a rendszer. Ha kilépünk a játékból, alkalmazás váltót nyitunk meg, akkor is szépen folyamatosan fut minden. Extra hátlapra szerelt új lenyomat olvasó, amivel sokféle funkciót elérünk, nem csak azt, hogy feloldjuk a képernyőt. A működési sebesség közepesen jó, azért lehetne ennél egy picit gyorsabb, de legalább megbízható, tehát nem szól, hogy éppen nem ismerte fel az ujjlenyomatunkat. A hátlapon egy 16 megapixeles kamera található, ami egyébként FPR2.0-as egység. Előlapi villanónk is van, valamint a hátlapi villanónk is van, tehát szelfizni is bátran lehet. A kameraszoftver jól átlátható, rengeteg menüpontot tartalmaz, például be tudjuk kapcsolni az időzítőt, a HDR módot, jobbra-balra, swipe-olással, csúszatással, pedig a különféle üzemmódok között tudunk rohangálni, hogyha szeretnénk. Van videózás, panoráma, normál fénykép és akár kollázsokat készítettünk, valamint a filtereket is elérjük. A videóknál maximum felbontás Full HD, ennél többre nem képes a rendszer, ezt 30 FPS sebességgel tudja nekünk megadni. Rengeteg egyéb menüpont is található. Zenei képességek terén sincs hiány a telefon, ráadásul sztereó előlapik hangszórót kapott felülre és alulra, ami így szól. Az Alcatel A7 hátlapja alatt egy 4000 mAh kapacitású akkumulátor kapott helyet, ami a gyári dokumentumok szerint 22 óra beszélgetése elegendő, a mindennapi használat során viszont minimum egy, de inkább kettő napos üzemidőre számíthatunk. Van NFC, van Bluetooth 4.2,
GPS-től kezdve dual SIM támogatás, tehát ahhoz képest, hogy a középső szegmens alsó részében tanyázik ez a telefon, egész sokat tud, ráadásul 129 eurós ára, nagyjából olyan 60-70 ezer forint környékét lehet majd itt Magyarországon, ami nem mondható rossznak. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, nyomjatok egy lájkot, sziasztok!